Jó napot, Amálka! Pál, Matilkám, Pál! Már is elmegy! Az magacskat szeretnék, most érkeztem! Kocsűs! Szorítok egy kis hely! Köszönöm! Apropó! Nézd meg az új cipőmet! Milyen mutató! Különösen az volt! Leértékelésen vettem! Látszi! Ez az a vízöző előtti fotó. Ismerem? Igen, ismerem. Annak idején tele volt velük a választ. Ilyen cipőkkel? Ilyen cipőtartokkal. Se baj! A lányom valódi pucci cipőt hoz nekem. Ugyanis férjével NATO vannak Szicília! Amálka, jól hallottam? Valaki elvette a lányát? Matilka, miért csodálkozik ez? Mert ideig úgy tudtam, hogy a lánya nagyon hasonlít magacskára. Jól tudta, ő is rendkívül csinos. No csak, mitől félti a lányát Sziciliába, s a maffiától? A szúnyogoktól, állítólag rendjére. Még ősszel is rengeteg a szúnyog. De hál' Istennek, vittek magukkal egy kis magyar hazai kis szúnyogért. De hiszen a magyar szúnyogírtótól csípnek csak igazán a szúnyogok. Az a jó, ugyanis a vejem túlságosan bőri. Amálka, honné tudja maga, hogy a veje bőri? Hát, Matilkám, egy kicsit szégyellem maga. De ne képzeli csak, hogy ennyi elmerem, elmondom a mi kis titkunkat. Ó, Marka, ez már régóta nem titok.